1998. szeptemberében a rendszerváltoztatás hajnalán kezdte meg működését zöldmezős beruházásként városunkban a Denso járműipari alkatrészek komplex gyártásával. Nem lehettünk biztosak abban, hogy elképzeléseinket sikerül megvalósítanunk Magyarországon. Ugyanakkor ebben a történelmi időszakban a miénk igazi sikertörténet lett. Székesfehérváron otthonra találtunk. Cserpalkovics András bizonyosabban, a közel 15 esztendő alatt Székesfehérvár ipari szerkezetváltozásával, a Denso fejlődésével stratégiai partnerhez jutott a város. Székesfehérvár a gazdaságából él, és azokat a fejlesztéseket, amiket most is lehet látni a városban, azért lehet megvalósítani, mert itt van ez az erős gazdaság. Foglalkoztat sok embernek munkahelyet, ad egzisztenciát, ad családokat tart el, és emellett pedig a város számára is biztosítja azokat a plusz lehetőségeket, amiből ezeket a fejlesztéseket meg lehet valósítani. Arany László egyike azoknak, akik az első pillanattól kezdve a vállalat óriás munkatársaként építettek szakmai karriert. Az első időszakban ugye egy üres gyárba jöttünk szinte ide dolgozni, 98-ba. A japán vezetés, illetve a japán kultúrát teljes egészében, a munkatempót, a munka hozzáállást meg kellett szoknunk, és nagyon sokat kellett fejlődnünk abban, hogy meg tudjunk felelni azoknak a kívásoknak, amit a cég állított nekünk. A családi nap résztvevői bizonyították, elkötelezettek a jóra, a munkára, s a válság sem érinti érzékenyen a teljesítményorientált dolgozókat.